Pont a napokban olvasgattam egyébként a gamer laptopos kommenteket, amiket régebben csináltam, és rengeteg olyan komment volt alatta, hogy ez a gamer laptop ez drága, mert hogy 200.000 forint az drága, 300.000 forint az drága, és hogy keressek olyan gamer laptopot, ami ez alatt van tulajdonképpen, és megfelelő minőségben visz dolgokat. Na most kacó, ki kell, hogy ábrándítsalak benneteket, az az igazság, hogy egy 200-300.000 forintos, akár hát a 300-400, inkább azt mondom, hogy az még gyakorlatilag a gamer szekcióban egy olcsó laptopnak számít. Érteni, hogy alap esetben ez a 300 000 forint vagy 200 000 forint, ez sok pénz, ezt aláírom, tényleg sok pénz. Figyelembe véve azt, hogy megfelelő minőségben és megfelelő teljesítmény alatt tudsz futtatni mostani játékokat versenyképesen, ahhoz bizony kell egy erőforrás. És ez alapvetően nem olcsó. És én igyekszem olyan laptopokat mutatni, amik ebben a kategóriában idézőjelben olcsóak, ami nyilvánvalóan, amit megbeszéltünk, hogy nem olcsó, de a kategóriájához képest mégiscsak olcsó. Úgyhogy ez a laptop egyébként pont ez. Ez az Asus TUF Gaming FX505 DU nevezetű laptop. 120 Hz-es monitor van benne, hogyha érdekel, akkor mindenféleképpen tartsatok velem, hiszen megéri, nagyon jó laptop. Na sziasztok, skacok, köszöntök mindenkit itt a legújabb tech videóban, és a mai napon az Asusnak a TUF Gaming 505 DU nevezetű laptopját fogjuk megnézni, ami egyébként egy gamer laptop. Kipróbáltam egyébként, itt két játékot fogunk leteszteni, az egyik a Fortnite, a másik pedig a War Z, World War Z, azt hiszem, igen, World War Z a pontos neve. Mindig is ki akartam próbálni ezt a játékot, és mostanában, amikor laptopokat csinálunk, akkor mindig Fortnite-ot nézünk, Cségot nézünk, vagy esetleg PUBG-t. Akartam egy kicsit váltani. A Fortnite-ot azért hagytam benne, mert az az érzésem, hogy a Fortnite-ra ez a laptop szinte már tökéletes egyébként. Kipróbáltam a PUBG-t is, de ez nem lesz benne a videóba. Elég jól fog futni rajta az is, de majd erről egy kicsit később fogok beszélni. Szeretnék egy pár szót a külleméről mondani, és akkor utána meg fogjuk nézni a bensejét. Küllem egyébként a laptopnak szerintem nagyon-nagyon csinos. Hogyha megnézitek, akkor ilyen vékony. Tehát így az ujjamat oda teszem, akkor egy nagy ujjnyi vastagságú az egész laptop, ami egyébként a gamer laptopokban szerintem egy kihívás is tulajdonképpen, mert hogyha mostanában megnézitek a gamer laptopokat, akkor mindegyik baromi vastag, és ennek nyilvánvalóan meg is van az oka, hiszen a hűtést és egyéb ilyen dolgokat el kell helyezni, viszont ebbe úgy néztem egyébként, hogy eléggé jól meg vannak oldva a dolgok. Kialakítása egyébként szálcsiszolt laptopról beszélünk, aminél egy ilyen erősebb műanyag, illetve már-már ilyen alumínium beütése van a dolognak. Kétféleképpen lehet kapni egyébként. Az egyik az egy ilyen erősebb műanyag, ami ez a szálcsiszolt forma, illetve van alumínium házban is. Ez, megmondom őszintén, nem tudom, hogy melyik, ami nem tudom, hogy előnye vagy hátrány. Én inkább előnynek mondanám, mert hogy tényleg olyan jó a kialakítása, hogy egyszerűen nem tudod róla megmondani, hogy ez most egy műanyag, vagy egy alumínium cucc. Mert hogy tényleg baromi igényesen és baromi jól meg van csinálva. A laptop kijelzője egyébként 15,6 szolos és 120 Hz-es, amit már mondtam, ami azt gondolom, hogy elég arra, hogy hozzad, vigyed, illetve a vonaton, buszon, egyéb ilyen dolgokon elő tud venni, és akár, hát nem tudom, neki üljél játszani, még akár az is lehet. Nem nagy egyébként, 2,2 kg súlya van mindösszesen ennek a laptopnak, úgyhogy bőven-bőven lehet ezt sétáltatni, és lehet vele utazgatni. Ugye a gamer laptopoknál megszokhattuk már, hogy ezek nagyok, batárok, nehéz a töltőjük, sokat kell tölteni, gyorsan lemerülnek, hangosak, melegek, stb. Na most egyelőre ennél nem tapasztaltam ezt. Nyilván a könnyedség az adott, tehát 2,2 kiló, az abszolút nem egy tétel. Körülbelül egy a másfél-két órát játszottam vele egy húzamban. Nem mondom, hogy nem melegedett föl a laptop, mert fölmelegedett, viszont abszolút használható üzemi hőmérsékle melegedett föl. Én tettem alá egyébként egy ilyen hűtőt, tudjátok, lehet kapni ezt a laptop hűtőt. Én azt gondolom, hogy ezeknél a gamer laptopoknál ez már szinte kötelező darab. Nem nagyon szeretik az asztalt. Tehát, hogyha esetleg gamer laptopot vásároltok, bármilyen legyen is az, akkor nem árt alátenni, tudjátok, ezt a ferde hűtős tartót, amivel biztonságosan tudjátok tenni a laptopotokat. Nem melegszik túl, egyébként nem is porosodik annyira, mint így. Eléggé meg tudja növelni az üzemidőt, illetve nem csak az üzemidőt, hanem magát a létét a laptopnak, mert hogyha folyamatosan túl melegszik és folyamatosan szarrá van gyalázva szegény, akkor azért elég gyorsan tönkre tudnak menni a laptopok. Nem csak a gamer laptopok, hanem úgy egyébként a laptopok is. Tehát vigyázni kell rájuk, el kell fogadni azért a laptop, el kell fogadni, hogy megfelelő hűtést kell még pluszban neki biztosítani. Nyilvánvalóan meg tudja saját magát hűteni bizonyos hőfokra, de nem árt egyébként a biztonság.
A klaviatúra egyébként nagyon baró, nekem azt tetszik az egyik legjobban. Figyeltek arra egyébként, és ezt észrevettem már más tufos laptopoknál is, meg ugye egyébként az Asusra is jellemző, hogy a billentyűzeteinél van egy kis szünet. Most megpróbálom nektek megmutatni, úgyhogy lássátok. Tehát nem egymásra vannak rakva a gombok, hanem van egy kis szünet, ami egyébként azért nagyon-nagyon jó, mert hogyha játszol, és gyorsan akarod nyomni a gombokat, akkor egyszerűen nem zavarodsz össze. Egyedül egyetlen egy hátránya van, ha már a gombokról beszélünk, de mondjuk nekem ez speciál nem hátrány, mert én nem használom, hogy a nyilaknál, ugye ez a három gomb, tehát a balra, a lefele és a jobbra, az teljesen el van határolva a többi gomb közül, viszont a fölfele nem. És próbálgattam ezt is, mert megnéztem, mert sokan mondták egyébként, hogy ez zavaró, és tényleg zavaró, de ez nem csak erre a laptopjára jellemző, hanem egyébként is erre a billentyűzet fajtára, viszont ezen a szinten minket abszolút nem érdekel, mert mi a VSAD-t használjunk, és a VSAD egyébként egy külön ilyen, hát hogy mondjam, ilyen külön anyagú billentyűzet gombokat kapott, amivel teljesen 100%-osan meg fogod tudni különböztetni, és nem fogsz félre nyomni. Na menjünk bele akkor egy picit a részletekbe. Amit egyébként kaptok a laptophoz, hogyha megvásároljátok, akkor egy Endes nevű operációs rendszert fogtok készhez kapni. Nyilvánvalóan hát ezzel túl sok mindent nem tudtok csinálni, úgyhogy ezt le kellene cserélni egy Windowsra, amit egyébként kihangsúlyozok, nem kaptok hozzá. Sokszor van ilyen kérdés, hogy kapok-e Windows hozzá, nem kapok-e Windows hozzá. Nagyon-nagyon kevés a laptop van, amihez adnak Windows-t egyébként, ha meg adnak hozzá, úgyis rászámolják, de szerintem ügyesek vagytok, és meg tudjátok ezt oldani, de ezt nem én mondtam. A másik dolog, ugye a kijelző, amiről beszéltünk, ez egy 15,6-os Full HD LED mat IPS Slim Bezel 120 Hz-es kijelző, a maximális felbontása 1920x1080-as, egy AMD Ryzen 7 kötőjel 3750H-s 6 MB-os turbo 4 GHz-es processzor van benne, a memória ebben a laptopban 16 GB DDR4-es, de nyilvánvalóan az oldalon keresztül még tudjátok ezt frissíteni. Két slot, maximum 32 GB a memória bővíthetősége. A háttértárolója egy 500 gigás SSD, illetve egy 1 terás HDD van hozzá. Nyilvánvalóan az SSD-t arra használod, hogy bejöjjön a Windows-od, gyorsan jöjjön be, gyorsan betöltsön az operációs rendszered, és azért vannak olyan játékok, amik azért igénylik mondjuk az SSD-t, tekintve mondjuk ilyen a PUBG, amit tényleg nagyon-nagyon igényli, illetve én a Fortnite-ot is mondjuk SSD-re szoktam pakolgatni. A VGA típusa az egy Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, amiről azt gondolom, hogy nem kell túlságosan sokat beszélni, baromi jó videókártya, nagyon erős, és abszolút illik ebbe a gépbe, és el is fér egyébként. 6 GB DDR6-os RAM van benne. Van benne oldalt egy HDMI VGA csatlakozó, egy USB 2.0, illetve van két darab USB 3.0-ánk, valamint van LAN Wi-Fi-nk, ugye ez gigabites 802.11-es, valamint van hozzá egy Bluetooth-unk, illetve, ami még fontos lehet, az a webkamera, hiszen egy 720p-s webkamera van benne, aminek már elég jó képe van, és egészen használható. Nagyon sokszor esnek mondjuk laptopok abba a hibába, hogy beletesznek ilyen gagyi webkamerákat, aminek igazából értelme nem sok van, mert tényleg nem jó, mert szétesik. Kipróbáltam ezt a 720p-set, és szerintem teljesen jó egyébként. Akár még streamelni is egyébként. Tehát kezdésnek bőven-bőven jó az a 720p-s. Van benne egy kártyaolvasó, 2:1-ben, a súlyáról már ugye beszéltünk, ez 2,2 kg, a mérete egyébként 360,4x262x25,8 mm, illetve ami még extra és teljesen jó dolog és buli, az a háttérvilágítású billentyűzet, ugyanis lehetőséged van már ebben a laptopban beállítani ugyanúgy a háttérbillentyűzetét, mint mondjuk egy asztali billentyűzetbe is. Külön színes, szagos, gombos beállítási lehetőségek van arra, hogy milyen színnel és milyen fajta villogással vagy esetleg világítással használd a laptopodnak a billentyűzetét. A garancia egyébként a laptopra 2 éves, Asus Hassel házi garancia, hotline, van hozzá egy telefonszám, amit hogyha felhívsz, akkor gyakorlatilag el is viszik, és vissza is hozzák neked a laptopot, ami szerintem nagyon fontos. Na, elérkeztünk a laptop tesztünk végéhez, és azt gondolom, hogy kaptunk egy nagyságrendi képet arról, hogy milyen laptop is valójában. Én azt gondolom, hogy bőven-bőven használható azokra a játékokra, amiket megnéztünk, sőt, egyébként ugye a PUBG is, ami még FPS zabáló, még nagyon-nagyon jól ment ő is. A nagyon-nagyon jót azt mondjuk úgy mondom, hogy körülbelül egy olyan,
Hát 60-tól mondjuk olyan 90-100 FPS körüli értékeket tudott mutatni. A Fortnite-nál ott körülbelül egy olyan 80 FPS-től mondjuk 140-150-ig, attól függően, hogy milyen beállításokat használsz. Nyilván a 150-et azt akkor mondom, amikor minimum grafikán vannak a beállításai. A 80-90 az pedig high epic grafikán volt. Én betettem egy ilyen high-ra, valamit levettem, az árnyékot meg ilyeneket levettem, és el tudtuk érni a 120 FPS-t, ami azért is jó, mert ugye 120 Hz maga a kijelző. Jó, úgyhogy nagyságrendileg ennyit szerettem volna elmondani. Én összességében egyébként nagyon meg vagyok vele elégedve, szerintem egy jó kis laptop. Hogyha összegeznem kéne, akkor körülbelül egy olyan, hát ebben a kategóriában 7-7,5-8 pontot adnék neki, ami egyébként nem rossz. Nekem nagyon-nagyon tetszik a kialakítása, nagyon strapabírónak tűnik egyébként, és úgy unblock, úgy jó kis laptopról van szó. Én azt gondolom, hogy megéri azt a pénzt, amit rá kell erre áldozni. Hogyha szeretnétek megvásárolni, illetve szeretnétek különböző információkat nézni a laptopról, akkor a videónak a leírásában megtaláljátok, illetve nem sokára majd jövök egy újabb tech videóval, vagy egy élőadással, vagy egy sima videóval, addig is lehetek jók, vigyázzatok magatokra, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha még nem tetted volna meg, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, illetve ha még nem tetted volna meg, akkor dobj egy lájkot, mert mostanában nagyon-nagyon lájkirigyek vagytok. Illetve hát kövess be Instán és Kukacjusú TV. Köszönöm szépen a figyelmet!